Sziasztok, Turány Róma vagyok, ma megtanultuk az abubakát. Ennek a trükknek az elsajátítása, az mindenféleképpen tudnunk kell fékizni. Szóval először is a fékit kell jól megtanulnunk, amint mondjuk már tudunk fékizni, és ki is tudunk belőle gyorsan fordulni, akkor elkezdhetjük az abubakát gyakorolni, esetleg egy bankre, egy döntésre, de nem rögtön mondjuk egy szápon. Mondjuk nézzünk egy alapvetően mondjuk egy döntést, az a lényeg, hogy felgurulunk a tetejére, kiállunk a hátsó kerékre, behúzzuk a féket, ha van fék a biciklinken, ha nincsen, a fék nélkülek vagyunk, akkor meg pedálból tartjuk, azaz lenyomjuk a hajtókart, és pedálból kitartjuk a trükköt, aztán visszabánizunk, és szépen kifékizünk belőle. Igazság szerint ezt a trükköt is sokkal könnyebb fékkel beadni. Fék nélkül kicsit nehezebb, nagyobb egyensúlyérzékkel. Fék nélkül nagyobb egyensúlyérzékkel ehhez a trükkhöz. Igazság szerint minden ilyen lift trükköt könnyebb elsajátítani fékkel, ha van használunk a biciklizmet. Az a lényeg ennél a trükknél, hogy itt is a testtartásunk a lényeg. Ha nagyon hátra dőlünk, akkor ugyebár nagyon kinyújtjuk a kezünket, és ezáltal leesik az első kerék. Azaz hozzáér az ív tetejéhez, vagy beborulunk mondjuk a szápboxnak a belső oldalára. Ahhoz, hogy ez ne történjen, ahhoz mindenféleképpen így a bicikli közepén kell maradnunk, azaz, hogy ne dőljünk se túl hátra, se túl előre, hanem így a központban legyünk, mint ahogy manuálozunk, maradjunk a központban, hogy ne dőljünk se előre, se túl hátra. És akkor nem fog beborulni az első kerék, nem fog leesni, és mi sem fogunk esetleg előre esni egy kis peremen, átborulni, vagy valami is. A lényeg még a visszaugrás az, hogy kiállunk a bubakába egy peremre, és visszaugrunk, akkor az is egy olyan mozdulat, mint például ugyanaz, mint ahogy a téltebből visszaugrunk, szóval elrántjuk a hátsó kereket, elrántjuk a biciklinket a patkától, vagy a döntés tetejétől, ahova csináljuk a zabubakát, és kifékizünk belőle. És szerint így elrántjuk a testünkkel a biciklit, és az megkövet minket, aztán szépen kifékizünk belőle.